Kupák, érmek és ajándéktárgyak sora várta a szelidi holdfénykempingbe érkező 4 napos megmérettetésre jelentkező horgászcsapatok tagjait szerdán, az országos verseny megnyitóján, melyen elsőként Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ha visszaemlékszünk évekkel ezelőtt, azért nem volt ennyi fiatal, meg nem volt. Ez egy nagyon fontos dolog, nem csak nekünk itt lévőknek és családoknak, hanem maga a szelidi tónak, maga a horgászatnak is. És úgy látom, hogy ez a verseny valahogy fejlődik, nem csak akár a fogásokban, nem csak a csapatszámokban, hanem gyakorlatilag abban, hogy a fiatalok is itt vannak velünk. Az MBH cég, a Dunapatai Horgász Egyesület, cégek és magánszemélyek által támogatott horgászverseny Csókás András, a Dunapatai Horgász Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a versenyzők köszöntése után örömét fejezte ki, hogy a verseny ilyen népszerűnek bizonyul. Töretlen a versenyzők lelkesedése, a verseny egyre népszerűbb. Ha jól tudom, akkor talán még pluszba lett volna 20 csapat, akinek a nevezését már nem tudták fogadni. Tehát egyre többen szeretnének részt venni. Nyilván azért, mert a versenyszervezés kiváló, és kiváló a szelidító halálománya, amiért az egyes Dunapatai Horgász Egyesület mindent megtesz. Tehát a versenyeket mindig egy komoly telepítés előzi meg. Ezt a versenyt is egy 3100 kg-os telepítés előzte meg, amiből 1000 kg 5 kg feletti ponty volt, ami visszaengedős. Nyilván ez az egyensúly, vagy az átlagsúlyt, ez a magas egyensúly fogja emelni az átlagsúlyt, a fogások átlagsúlyát, és a verseny teljes bevételét halasításra fordítjuk, kiemelten nagy halak telepítésére. Tehát ami a tavaszi és őszi pontyfogó versenyeken befolyik összeg, azt teljes mértékben nagyhalak telepítésére fordítja az Egyesület. Györgye László a megnyitón kiemelte, a 10 kg felett kifogott pontyok és amurok esetében a versenysúly duplázódik, bármikor, akár éjjel 2 órakor is a 8 kg felett kifogott halakat azonnal jelezni kell, hogy azok mi hamarabb és minél kíméletesebben kerüljenek vissza a tóba, hívta fel a figyelmet a főszervező. A megnyitón kisorsolták a horgászhelyeket, melyet követően 13 órától kivethették horgaikat a versenyzők.